Napokig izdott az 1600 szalmabála, ami két éve nyáron gyulladt ki Paks mellett. Az ilyen tüzeket nem könnyű eloltani, van, hogy napokig elhúzódhat a munka. Többek között ezért szükséges a fizikai erőnlét a tűzoltói munkához, amit rendszeres edzéssel érnek el. Itt a Dombóvári Tűzoltóság konditermében is nagy a forgalom délutánonként. Az 5 éve tűzoltóként dolgozó Nagy Kornél éppen azt az evezőgépet próbálja ki, amit a közelmúltban kapott a tűzoltóság. Azt mondja, minden szolgálatban meglátogatja a termet, és másfél órát edz vagy fut egyet a tűzoltóság melletti pályán. Számos kár esetnél szükségünk van a fizikai képességeinkre. Például az egyenruhánk is közel 30 kg. Eleve azt cipelni is egyszerű, főleg, hogyha föl kell menni valami nagyobb dombra, vagy akár a negyedik emeletre létrát mászni, illetve van, hogy több órán keresztül kell fizikailag dolgoznunk. Igyekszem minden szolgálatban edzeni valamit, legalább egy órát, másfél órát. Időjárás függő is, hogyha jó idő van, akkor sokat szoktam futni is, illetve itt az edzőteremben különböző gépekkel, illetve súlyzókkal, illetve szabad testsúlyjal is szoktam edzeni. Most kaptunk egy ergométeres gépet, a Concept 2 evezőgépet. Ezt most elég sokat használjuk, hiszen március 9-én lesz egy evezőverseny, amire én személy szerint készülök. Rendszeresen sportolok a magánéletben is, és amikor szolgálatban vagyunk, akkor természetesen kihasználjuk az itteni lehetőségeket. Konditerem, kinti futópálya, van egy kinti szabadtér, ilyen kis húzóckodós, kinti erőlétfejlesztő. A futást azt majdnem minden szolgálatban megtesszük, konditeremet azt ritkábban használom. Ezzel ilyen szériákat csinálok most, 5x-6x 15-20 darabot, amennyi éppen sikerül. A dombóvári konditermet 2014-ben újították fel, és azóta minden évben vesznek ide új eszközöket. Az itt dolgozó 54 tűzoltó rendszeresen használja a konditermet és a szabadtéri eszközöket is, mondja a tűzoltó parancsnok helyettes. Mindhárom tolnamegyei hivatásos tűzoltóságon kialakítottak konditermet, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a tűzoltók meg tudják őrizni fizikai erőnlétüket. Ez a konditerem már régebb volt a beavatkozó tűzoltók részére rendelkezésére áll. Néhány év alatt további fejlesztéseket sikerült kieszközölni a Tolnamegyei Katasztrófa Igazgatóság segítségével. Az elmúlt évek alatt 2014-ben történt egy korszerűsítés, egy nagyobb felújítás itt a teremben. Akkor a régebbi gépeket tudtuk elhelyezni, illetve az elmúlt évek során, ahogy láthatják, egy univerzális erőfejlesztőgép került beszerzésre, valamint egy ergométeres, Concept 2 típusú evezőgép, ami országos szinten, illetve nemzetközi szinten is az egyik legelterjedtebb típusa ennek a berendezésnek. A sportolás egyrészt hivatásuknak tekintik mind a fiúk a tűzoltói munkájukat, illetve az életmód változtatás, szinten tartás miatt is komoly sportolási tréningeken vesznek részt, készülnek versenyekre. Hogy valaki hivatásos tűzoltó lehessen, egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálaton kell túlesnie. A pszichológiai alkalmasságra azért van szükség, mert a tűzoltóknak egyes esetekben olyan dolgokkal kell szembesülniük, ami megviselheti őket érzelmileg, és jelentős mentális terhet is jelenthet. A fizikai feltételeknek pedig azért kell megfelelni, mert erre a mindennapi munkájuk során szükség van. Nem elég az, hogy valaki megfeleljen a felvételi eljárás során ezeknek a feltételeknek, hanem ezt a munkájuk során meg is kell tartaniuk. Tolna megyében 3 hivatásos tűzoltóparancsnokság van, és mindhárom hivatásos tűzoltóparancsnokságon van konditerem, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a fizikai erőlétüket meg tudják őrizni.